Kedves látogatóink, mindenkit üdvözlök vándorkiállításunk megnyitóján, és egyúttal köszönjük az Örkény Színháznak, hogy helyet adott ennek az eseménynek. A hűséges alattvalóból egy jóslat hatására királygyilkossá váló Macbeth története, a politikai bűncselekmény és a zsarnokság kialakulásának krónikája. Az előadásban négy színész formálja meg a darab minden szerepét, egymásban tükröztetve sorsokat, életszakaszokat és életstratégiákat. A darabot március 13-án mutatja be az Örkény Színház. Munkatársaimmal, akik mind lelkes múzeumi dolgozók, egy kis rendhagyó tárlatvezetéssel készültünk önöknek. Máté, kérlek, nyisd a kordont, én nyitom az ajtókat, jöjjenek utánam a kiállítótérbe, és ne aggódjanak, mindent többször el fogok mondani, senki sem fog lemaradni semmiről, jöjjenek utánam, jöjjenek! Az, hogy légyen, játsszák el az egész darabot, ezt mindenképp szerettem volna. Ehhez úgy éreztem, hogy kell egy konkrét szituáció, amiből ez el tud indulni, illetve a tárlatvezetés ötlete is már ebből adódott. Az már egy későbbi ötlet volt, először azt gondoltam, hogy elég a múzeum ötlet, de aztán láttam, hogy kell mondani mindig, hogy ki kicsoda és hol vagyunk. Rögtön adódott, hogy akkor legyen egy fiatal pár, meg egy idős pár, egy életútnak a látása, tehát a fiatal és az öreg testeknek az együtt léte egy térben, az számomra egyfolytában egy sokkal tágabb kontextusba, az időbe helyezi a hatalomhoz és az életerőhöz való viszonyt. Várjatok! Apád után várom és címem örököltem. Gramisztánja lettem, de Kódor hogyan? Kódor tárgya még él és virul. Címe tehát nem lehet enyém. És hogy király legyek, épp ugyanilyen lehetetlen. Mondjátok, kitől van csodálatos hídetek? Nagyon sok rétege van ennek a fiúnak. A hatalom éhes, de mégis tele van kétséggel. Nem tudja pontosan, hogy mik a következményei annak, amit tesz, amit csinál, hogy megöli a királyt. Azt tudja, hogy hatalmat akar, de hogy ezután mi következik, azt hiszem, hogy azt nem pontosan tudja. És ahogy találkozik ezzel egyre jobban, ijed meg, és kattam bele, vagy bomlik meg az ő tudata. A hatalomvágy az mindig körülvesz mindannyiunkat. Hallod ezt? A király hírnökei! Macbeth, Duncan király boldogan fogadta győzelmet hírét, és mint Kódor tányját üdvözöltet. Éljen Kódor tánya, éljen! Több mint 16 szerep van benne. Nagy feladat megcsinálni azt, hogy akkor hogyan lesz ez érthető, hogy én mikor kit játszom, és a másik mikor kit játszik. Az én esetemben ez egyszerűbb, én Macbethet játszom végig szinte, egy-két jelenet kivételével, amikor Lennox vagy Boszorkány vagyok. Nekem talán egyszerűbb feladatom van, a többiek azért elég sokat visznek. Elég sokat váltakozik a szerep. Nagyon pontosan kell tudniuk, hogy mikor hova kell menniük, és mit csinálnak, hogy ez ilyen filmszerű pontossággal tudjon működni. Drága Macbeth, édes rokonom, mindennél többel tartozom neked. A hűszolgálat önmaga jutalma, én csak kötelességemet teszem. Gyere a szívemre, hadd ölellek! Ha egy tehetséges ember igazán gátlástalan, akkor nagyon sok mindenre képes, hívhatjuk zseninek is akár. És az, amikor ez egy rossz értékrendet követ, egy rossz irányba megy ez a sok tehetség együtt, akkor azt az ember egy veszteségként éli meg, mert azt másképp is lehetett volna használni. Számomra ez a fontos belőle, de ezen kívül még rengeteg rétege van ennek az előadásnak. Van áthallás, mindig van. Most is van, ma is, ezen a napon. 10 évvel ezelőtt is volt, és 100 évvel ezelőtt is volt, azt hiszem áthallása ennek. Nem hiába írta meg Shakespeare akkor sem ezt.